akkor nincs más út, bele kell vágni. Démonokkal kapcsolatban kezdtem el tanítani, és ugye ez egy nehéz téma. Azért nehéz téma, mert ugye se nem, azt, tehát se nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy démonok körül forog a világ, hanem Jézus Krisztus kell az életünk középpontjába tenni. Viszont nagyon sok olyan probléma, függőség, és olyan helyzet van az ember életébe, gondolatok, érzelmek, amit ha az ember nem ismeri a démonokkal kapcsolatos igazságokat a Bibliából, akkor sajnos megkeseríti az életét, megkeserít 5-10-20-50 évet is az ember életéből, és nem tudja, hogy mi gond van ezzel az egésszel az életében. Nem is jön rá, hogy démonok. Okozhatnak problémákat, és szeretném tőled megkérdezni, hogy nem fogsz megbotránkozni, hogyha démonokról lesz szó? Nem fogsz kiakadni, és a démonüzés ezt nem fogsz félni? Na majd meglátjuk. Na nézzük a bevezetésbe. Hadd mondjam, az Egy-Korintus tizedik, egy-Korintusi levél tizedik fejezetből szeretném, felolvasni Pálapostolnak a kijelentését 1 Korintus 10. 18 tól Ugye keresztényekkel kapcsolatban sok ember megkérdezi, még keresztények is, hogy de hát keresztényekben lehet démon? Hát ha újjá születtünk, itt van bennünk a Szent Szellem, lehet démonnal az ember közösségbe, vagy, vagy részesülhet démonokból egy keresztény ember? Hát Pál Apostol azt mondja, igen, sajnos részesülhet. És azt mondja itt a 10. fejezet, 18. verszakától, ugye azt mondja, tekintsétek meg a tesz szerint való Izraelt, hogy akik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-e közösségben az oltárral. Ugye itt arra hivatkozik Pálapostól, hogy a léviták, a papok, azok ö, kapcsolatban voltak a, az oltárral, és főleg az Áronnak, a fiainak enniük kellett, meg kellett tenniük, ugye a lévit a papoknak a bűn áldozatot. Csak most jutott eszembe, lehet, hogy Éli is, azt olvassuk, hogy ö, nagyon meghízott ö, az, a, az élete végén, és ezt olvassuk, hogy nagyon meg volt hízva. Úgy látszik, sok bűne volt Izraelnek és vitték a bűnért való áldozatot, és neki parancs volt az, hogy meg kellett enni, mert mert ugye ők imádkoztak, a, a, rá kellett tenni a bűn áldozatra a kezüket, és meg kellett vallaniuk a bűneiket, és bűnné vált az az áldozat, és meg kellett enni. A, és a, a, a kézrátétel által pedig egy csere történt meg, hogy a tiszta áldozat, annak a a tisztasága, a rituális tisztasága átjött az embernek az életébe. Tehát ez történt a kéz rátevéssel, és a bűn vallással, amikor ezt Izrael fiai tették, az áldozatra. És ugye ezt utána meg kellett főzni, meg kellett enniük a lévitáknak. Hát gondoljátok el, sok volt a bűn, sok volt a kiló is. És azt mondja itt Pálapostól, hogy, hogy akik az áldozatokat eszik, azok részesülnek, részes társak lesznek, és azt mondja eredetibe, közösségbe kerülnek az oltárral. És úgy folytatja, mit mondok tehát, hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálvány áldozat valami? Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, démonoknak áldozzák, és nem Istennek. Ugye, amit azon, hogy ördögöknek, az az eredetiben azt mondja, hogy démonoknak. És azt mondja, hogy nem Istennek áldozzák a pogányok az áldozataikat, hanem démonoknak. Gondoljátok el, sok pogány Isten tisztelet, vagy pogány Isten tiszteletből kinőtt áldozatok, azok démonokkal hozták össze az embereket, és nem Istennel. Ők azt mondták Istennel, de azok nem Istennel hozták létre, hanem démonokkal. És azt olvassuk, hogy nem akarom pedig, hogy ti démonokkal legyetek közösségben. Tehát démonokból részesüljetek, démonokkal kerüljetek kapcsolatba. Az etetések, az evések, ezért mondja utána, hogy nem ihatjátok az Úr poharát és a démonok poharát. Nem lehettek az Úr asztalának és a démonok asztalának a részesei. Tehát nem részesedhettek démonokból. Mert azt mondja, hogy haragra ingereljük az Urat. És azt mondja, hogy féltékenyét tesszük ezzel az urat, ha démonokkal vagyunk kapcsolatba. Eredetiben azt mondja, hogy féltékeny lesz Isten. Van ilyen? Majd mindjárt fogom neked mondani, hogy az a, az, azt olvassuk, hogy a Szent Szellem, aki bennünk vett lakozást, a Jakab levele azt írja, hogy féltékeny az a szellem, aki, aki lakozást vett bennünk. Aki lakozást vett benned, tud meg, hogy a Szent Szellem nagyon féltékeny. Lehet, hogy az asszony is, de a Szent Szellem nagyon féltékeny. És azt olvassuk, ezért olvasuk azt, hogy haragra tudjuk ingerelni az Urat. És hogyan? Itt azt mondja, evés által. És tudom, hogy szerettek enni. Meg pláne, hogy családba, rokonság, kapcsolatok, ezt meghívni, azt meghívni, amazt meghívni. Viszont azt mondja Isten igéje, hogy az evéssel szellemi közösség is kialakul, és részesedni lehet démonokból, familiális generációs démonokból. Húha! jobban megerősödnek ezek az erők az embernek az életébe. És nézzétek meg, hogy például, hát nem tudom most, hogy csinálják, de a krisnások rendszeresen, régen, eh, én is találkoztam velük, hogy eh, áldoztak az étellel, és akkor kimentek a kimentek az utcára, szerintem most is csinálnak ilyeneket parkolókba, abc elé a, a, a parkolókba, és viszik az ételeket, viszik a kis harapnivalót, amit előtte oda áldoztak annak az istenségnek, és utána pedig felkínálják az embereknek. De ez tudatos. Ezzel befolyást lehet gyakorolni, evéssel, étellel, befolyást lehet gyakorolni az emberekre. És ha mondjuk megnézem az egy százalék alapján, hogy elég jól beetették a társadalmat. Mert az emberek nem tudják, az emberek materialisták sokan, és nem tudják, hogy azzal, hogy esznek, elfogadják és esznek, azzal egy szellemi közösségbe kerülnek, azzal a lényel, akinek áldozták, felajánlották, odaadták azt az ételt. És erre azt mondja Pálapostól a keresztényeknek, az akkori hívőknek, azt mondja, hogy figyeljetek oda, mert hívő újjászületett létetekre lehet közösségbe kerülni démonokkal. Egy, azt mondja másik helyen, ugye itt, hogyha a Jakab apostolhoz odalapozunk, ha már így a féltékenységről volt szó, a Jakab levelének a negyedik fejezete, a negyedik résztől, a hetedik verszakig, nézzétek meg, azt mondja Istennek a beszéde. Hát a Jakab elég eléggé rendesen odatett a hívőknek, akiknek leírta, a levelét, azt mondja nekik, parázna férfiak és asszonyok. Hú, nem, nem köntör falazott. Azt mondja, parázna férfiak asszonyok. Nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Tehát az ember ha a világnak a barátja akar lenni, akkor tud meg, hogy ellenségévé válsz az Istennek. Vagy az Istennek a barátja vagy, de a világ akkor haragudni fog rád. Vagy pedig az a világnak a barátja vagy, és az Istennek az ellenségévé válsz. Isten azt mondja az Isten igéje, ellenségeskedés az Istennel. Ne barátkozz a világgal. Világban élünk. Nem azt mondtam, hogy ne csináljál semmit a világba. Nem azt mondtam, hogy vonulj ki a világból. De ne akar haverkodni a világgal. Mert a világgal haverkodsz, átveszed a világnak az erkölcsét. És ez a világ ítélet alatt van már most is. Jönni fog az ítélet, jönni fog Istennek a haragja, de már most is. A világ, az, a világnak a fejedelme az ítélet alatt áll, és, és több szakaszba végbe fog menni ez az ítélete a sátánnak. De a világnak is ez a világ el fog múlni. Hallod, minden, ami ebben a világban van, az el fog múlni. Mindent, amiért most csinálsz valamit, el fog múlni minden. Hallotta, ha visszamennénk száz évet az időbe, vagy 150 évet? A legtöbb dolog, amivel rendelkeztek az emberek, azok már nincsenek. Gondold el, amivel rendelkeztek a kedvenc fotelük, a kedvenc tévéjük, a kedvenc dolgaik, még az autó még kibírja egy pár tíz évet némely autó száz évet is, de általában roncstelepen végzik. Hol vannak azok a dolgok, amiért güriztek az emberek? Hol vannak azok a dolgok, amiért pénzt kiadtak az emberek? Hol vannak azok a ruhák, amit szerettek az emberek? Hol vannak azok az ételek, és hol vannak maguk az emberek? Nem ismerjük őket, nem tudjuk, hogy van, mi van, mert elmúlik minden. Hald Istenben óriási. Tehát pont múltkor megcsapott ennek a valósága, hogy Isten, amikor megteremtette ezt a világot, hogy Isten, ugye máskor is mondtam nektek azt, hogy Isten egy csoda lény, de igazából nem is lény. Ne, igazából a létezés maga. Gondold el, hogy amikor megteremtette ezt a világot, akkor az élete Istennek nem ettől a világtól függ. Sőt, Istenben, vagyis Isten, semmi, semmi, ami Istenben van, nem függ a világtól, a teremtéstől, a világegyetemtől, az univerzumtól, amit alkotott. Nincs benne az Isten, vagyis benne van, de nem úgy, hogy ő függne ettől az egésztől. el, ha te azt mondod, hogy élsz, akkor azért élsz, mert levegőt veszel, eteted a testedet, energiával látod el, hogy tudjál élni. Hallod, Istennek még levegőt se kell vennie ahhoz, hogy léjen. Enni se kell neki ahhoz, hogy éljen. Neki nincs szüksége semmire sem, ami ebből a világból van, ami ebben a világ egyetemben van, semmire nincs neki szüksége, hogy éljen. Ő önmagában él. Hallod, a létezése önmagában van benne. Hallod, és olyan nagyság és olyan erő hatalom van Istenben, hogy amikor azt olvasjuk, hogy megteremtette a világ egyetemet, akkor az ő erejével a karjának az erejével teremtette meg. És hallod, tudod, mi ebben a legdurvább, csak az, hogy milyen erő van az Istenben, csak egy, egy kicsit, hogy, hogy, hogyha hogy a fénysebesség. Hallottátok már a fénysebb Tudod, ami nagyon gyorsan megy. <laughs> Hallod, olyan gyorsan megy a fénysebesség, hogy egy másodperc alatt hétszer megkerüli a Földet. Tehát most pislogtál egyet, a fény már hétszer megkerülte ezt az egészet. Hallod, és a ha te fénysebességgel utaznál egész életedbe, a világegyetemből akkor se tudnál kilépni. Akkor milyen nagyság van Istenben. Hallod? És ez a nagy-nagy-nagy ez hatalmas személy, aki azt mondjuk, hogy Isten, aki nem függettől a világtól, ő nem lesz szomorú, vagy bánatos, vagy bármi, mert semmi. Tehát... Tehát a, ő neki, te, ő teljesen független létezésében, mindenben, mégis azt mondta, hogy Árpi, szeretném kiválasztani az Árpit, a Norbit, a Csabát, a Józsit, a Gábort, és valahány név a naptárból, hogy, hogy szeretném, ha velem töltenéd, az örökké valóságot. Hallod, ez a, ez a személy, aki nem függ semmitől, azt mondta, olyan jó élni, adok életet nekik is, és ők megtapasztalják. Persze ez el lett szúrva, ez az egész, ami a földön van. És mi azt mondjuk, mindenki él az olyan, érted? Vagy minek élni? Vagy miért rossz ez az egész? És filozófálunk ezen kérdéseket. Miért van ennyi igazságtalanság? Ha Isten létezik, akkor miért van ennyi minden? És közben ez a személy önmagába él és létezik. És soha nem, és mindig is létezett, és mindig is létezni fog. És ez a világegyetem nem létezett mindig, hanem amikor Isten azt mondta, legyen, akkor előálltak az egek, teremtett egeket, teremtette a Földet, azt mondta, legyenek dolgok, Isten azt mondta, teremtsünk embert a mi képünkre és a mi hasonlatosságunkra. Ez a személy, teremtett meg bennünket, tehát az emberiséget, ő hozta létre, és az alapját csak az ember függetlenné vált Istentől, és nézd meg, mi történik. Nézd meg ezt az egész létezést. De mégis nézd meg Istennek a szeretetét, hogy ő nem hagy bennünket egyedül. Ő azt mondta, megváltom őket a haláltól, megváltom őket a pokoltól, a haragtól, az ítélettől, kihozom őket a sátán hatalmából, és a szellememet beléjük adom. Na és erre azt mondja Jakab a negyedik fejezetben, az ötödik versszakban, vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irítségre kívánkozik a szellem, amely bennünk lakozik, Eredetibe féltékeny. Nem tudjátok, hogy féltékeny az a szellem, aki bennünk lakik, aki bennünk lakású lett, lakásává váltunk ennek a szellemnek? Hogy az féltékeny? Ezért mit mond? Nagyobb kegyelmet ad. Hogyan ad nagyobb kegyelmet? Úgy, hogy a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad Isten. Tehát jó indulata van az Istennek. Hogy aki megalázza magát Isten előtt, aki nem kevékedik Isten előtt, aki nem fuvalkodik fel Isten előtt, hanem el, be tudja, el tudja ismerni Istennek. Uram, mindenem, amim van, az a tied. Még ha azt mondják, hogy tehetséges vagyok, az is tőled van, mert ha nem adtad volna, még az se lennék. Nem, Emil? Meg bármi mással kapcsolatban. Mindegyikünknek van ajándéka, van tehetsége. De hallod, az, ami benned van, az nem te tőled van, az kaptad ha megkaptad, miért dicsekszel úgy, mintha nem kaptad volna? Vagyis, mint a tied lenne. Akkor viszont az ember alázza meg magát. És azt mondja Isten igéje, hogy akkor felmagasztal Isten. Akkor kegyelmet ad Isten. És utána azt mondja, Engedelmeskedjetek azért az Istennek, és figyelj, mit mond. Neked és nekem azt mondja, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Ájatok ellene. Mit jelent az, hogy álljatok ellene? Hogy az ördög jönni fog az ember élete ellen. De ő nem úgy jön, hogy személyesen ő jön. A Bibliából én két embert láttam, akihez jött az ördög személyesen. Az első az éva, a második Jézus Krisztus. Mind a ketten büntelenek. Tehát a, a természetük büntelen volt, nem volt bennük bűn. Az ördög nagy kaliberű, ilyen nagy kaliberű emberekhez, oda megy. De Jézus Krisztuson kívül. Más nem született meg büntelenül. Tehát az ördög nem fog csak úgy oda jönni hozzád. Ő démonokat fog felhasználni, az ő seregét fogja felhasználni, hogy oda menjen, és nem úgy fognak jelentkezni a démonok, itt vagyunk, kop-kop. Nem azt fogja mondani, hogy itt vagyunk, hanem, hanem különböző dolgokon keresztül, majd fogjuk megnézni. Ilyenek, akár már az embernek a születése, a megfoganása, ilyen a, a kisgyerekkorban, a, a, ahogy felnövekedett, a családban milyen traumák érték. És mondhatnám még tovább, de nem erről szeretnék most beszélni, hanem azt szeretném most csak kiemelni, hogy a keresztényeknek van egy nagy feladatuk, az, hogy álljatok ellene az ördögnek. Áljatok ellene. Az azt jelenti, hogy szembe állsz, megállsz, és szembe állsz az ördöggel, kap, ördöggel szembe, és harcolsz. Az a keresztények, azok nem nyámnyila emberek, hanem azt olvasjuk, harcosok. És szeretnék ilyen embereket látni ebben a gyülekezetben is. Hogy harcosok, sok amikor jön az ördög, támadja, akkor nem. Jaj, most ez megtámadott. Ilyen nyomás van rajtam. Olyan nyomás van rajtam. Ezt már nem bírom. <laughs> hanem olyan emberek, jön a nyomás, jön a teher, jön a támadás, és megállsz az ördöggel szembe, mint akinek hatalma van, mint akinek ereje van, hatalma van, és tudd meg, hogy kaptál erőt, és kaptál hatalmat az úrtól. Majd fogom mondani, hogy ezt felfogd, hogy meg tudjál állni. És a végén olyan legyél, mint az Swiss Wiggesfordról olvassuk, Olvastátok biztos. Hát nála ő azt mondja, hogy egy olyan lény, ő azt mondja, hogy az az ördög volt, de nem, nem lehet tudni, hogy egyik éjjel odaállt az ágya mellé. És ugye ő azért hatalomban járt, ő a hitnek az apostola volt, azt, azt látjuk az életéből, a sorsából, támasztotta a halottakat, gyógyította a betegeket, rugdosta a betegségeket. Ez nem ajánlott neked. És amikor éjjel felkelt, oda nézett a sarokba, és azt mondta, ja, csak te vagy. És megfordult, és aludt tovább. <laughs> azért az a szellemi hatalom, ami egy kereszténybe, hát ő eljutott, el vagy hogy mondjam, fejlesztette magát abban a szellemi hatalomban, amit kapott az úrtól. És ő nem hagyta annyiba. Tudta, hogy ja, betegség, ezt nem fogadom el. Rosszul lét, nem fogadom el. Tünetek, nem fogadom el. Szegénység, nem fogadom el. Hanem küzdök és harcolok, amit mondott. Itt jakab, hogy álljatok ellene az ördögnek, és el fog futni tőletek, elmegy. Hallod, nem a pásztorodtól, nem a szellemi nagy emberektől fog elmenni az ördög, tőlük is elmegy. De tőled, és tőlem is el fog menni, hogyha hitben megállunk, szembehelyezkedünk, és és ö, ö, ellene állunk az ördögnek, akkor el fog menni, van hatalmunk hozzá. Fú, de durva, hogy ezt kimondom, lehet érezni a hitetlenséget is. Azt mondja, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Mond utánam, ellene állok az ördögnek, és elfut tőlem. Amen. Hallod, és hogyha most ki fogja ezt próbálni az ördög, akkor mit fog csinálni? Ellenállni, erősek lévén a hitben. Ellenállni. Hallod, kaptál fegyvereket is az Úrtól. Vannak Istenek erős fegyverei, és kaptál fegyvereket. Hallod, nem egyedül hagyott téged az Úr, nem úgy küldött ki a csatára, hogy fegyver nélkül vannak szellemi fegyvereink, és emiatt nem tud az ördög győzni felettünk. Nekünk fel kell öltözni ezeket a szellemi fegyvereket, hogy ellene álljunk. Nézzétek meg az Isten igét, Efézus levél, hatodik fejezet. 13. verszak, ugyanaz a szó, ellenállás, szembeállás, harc az ördöggel szembe. Mit mond itt a 13. verszak? Annak okáért vegyétek föl, hallod, fel kell öltöznöd. Fel kell öltöznöd Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhass. Mit mondott Jakab apostol? Állj ellene az ördögnek! Mit mond Pál apostol? Vedd föl minden fegyverét az Istennek, hogy ellene tudjál állni. Tehát ezek erős fegyverek. Csak röviden nézzük meg. Azt mondja, álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel. Eredetiben Aliteja, Eredetileg azt jelenti valóság. Valóság. Azt jelenti, hogy ami a látszat mögött van, láthatatlan valóság és igazság. Ezzel kell felöveznünk magunkat. Tudod mit jelent ez? Hogy sok gondolatod, sok érzelmed, sok tapasztalatod nem a valósággal áll összefüggésben. Például most mondok valamit. Mondjuk, ha betegséget tapasztalsz, az, az a valóság, vagy hazugság? Nem a, várjál, most én nem nem, 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 okult dolog ez, amit mondok. Tehát, mert nem a jelenti, hogy tagadom a létezését. Az foglalkozni kell, de az nem a valóság. Tehát nem az igazi valóság, mert Isten az igazi valóság. És azzal, hogy a sátán fellázadt Isten ellen, létrehozott Isten ellen létrehozott egy alternatív való, hazugságot, amit lehet tapasztalni, érezni, átélni, és a többi, és a többi. Hát tudjátok, létre lehet ilyet hozni most bocs, csak erre fele jövök, csak tudod, úgy is szolgáltok a börtön misszió, fe, ugye a börtön misszióban. Hát ott a, a, tehát olyan emberek, akik ugye elkövetnek olyan dolgokat, egy alternatív valóságot hoznak létre az áldozatban. Úgy viselkednek, olyanokat mondanak, egy történetet felépítenek. Miért? Hogy kinyerjék a pénzt. Hogy tudják kinyerni? Egy alternatív valóságot beadok az illetőnek. Az meg átéli azt a dolgot, de az nem a valóság, és ki lehet csalni a pénzt belőle. Hát sokan így csalják ki az emberekből a pénzt. Hogy létrehoznak, vagy internetes oldalak, ugye meg is büntetik őket ilyen fekete péntekeken, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket a péntekeket, ugye, hogy, hogy már csak egy termék van és létrehoz egy alternatív valóságot az emberbe, érzi magába, hogy ezt gyorsan le kell foglalnom, ezt gyorsan e, meg kell vásárolnom, a kosárba kell helyezni azt a terméket. Miért? Mert létrejött benne egy alternatív valóság, amiben az van benne, lehet, hogy van nekik ezer termékük is, de önbenne az van, hogy egy terméke van, és azt neki kell megszereznie. Tehát létrejön alternatív valóság. Nem az az igazi, az egy hamis valóság, amit át lehet élni, amit meg lehet tapasztalni, ami az ember érzékszerveire hat. Na figyelj, de az igazi valóság, tehát az igazi valóság azt nem tudod érzékszerveiddel megtapasztalni. Az alternatív az, tehát a valóságot, az az érzékszerveinkre hat. Tünetek, gondolatok, és a többi, és a többi. De az igazi valóság, az felismerhetetlen az emberi érzékszervek számára. Az csak hittel tudod megragadni, az csak kijelentésből, hogy Isten mond vagy szól vagy adja a kijelentés szellemét, vagy adja a bölcsesség szellemet, behatol a szívedbe, és egyszer csak felfogod, jé, ez igaz, ez valóság. Nem érzem, nem tapasztalom, de belül egy mély meggyőződés alakul ki az emberben. És ekkor utána a hitnek a harca elindul az emberben, mert egyfelől ott van benne egy nagyon erős bizonyosság, hogy megvan az, amiről Isten beszélt, viszont a tünetek, a tapasztalatok pont az ellenkezőjét érzékeli az ember. És ekkor azt mondja Isten igéje, állj ellene. Állj ellene, mert az igazi valóság mellette áll. Az igazi valóságot fel kell öltened, mint egy fegyvert magadra, és át kell adnod magad a valóságnak. És akkor győztes tudsz lenni. Jézus Krisztus legyőzte a sátánt, legyőzte a démonokat, legyőzte a fejedelemségeket, hatalmasságukat. Azért győzte le, te miattad, és én miattam, hogy mi győztesek legyünk azért, hogy ellen tudjunk állni az ellenségnek sikeresen és győztesen. Ezzel mit akarok mondani? Hogy nem minden gondolat te tőled van. Nem minden érzés igazi, valóságos, hanem csak becsap. sok ember ezért kell nyílt kommunikációval beszélgetni ember és ember között, mert ha a sátán odaküld egy démont a feleség meg a fér közé, vagy testvér és testvér közé, vagy gyülekezetvezető és hívő közé, akkor az, tehát, más érez az ember, mást gondol az ember, mert ha nyíltan megkérdezi, tényleg, így van, vagy nem így van. Hát, és akkor, akkor derül ki, hát te hogy gondolkozol? Hát teljesen más az emberben az, ami benne van, mint ami benned leülepedik azzal az emberrel kapcsolatban. Érthető voltam? És sokszor úgy eszkalálódnak a problémák, és mélyülnek el, hogy nincs megbeszélve, és mondom, házasságba sem, és akkor a végén eljut oda az egész, hogy, hogy összeomlik. Közben meg lehetett volna oldani beszélgetéssel. Ezért kell kommunikálni, Gyula. Jó? Szoktál? Na. Tamás? A mikor? Hát este érsz haza. Úgy tegnap láttam, hogy kim voltatok a, a helyen. Szeretnék ma azokért imádkozni a végén, akik tegnap kint voltak, a, és rend, rendbe tették az ott az erdőt, meg ott ö, körülött a tápjószöllősi -si birtokon. de hát visszatérve. A valóság, azt mondja Pálapostól, öltözt fel a valóságot, felruházkodtál ma, amikor jöttél Gyülibe. Felvetted a ruhádat, azt mondja a Pál apostol, így kell felöltöznöd a valóságot, az Istennek a fegyvereit, így kell felöltözön, mert neked is, nekem is ellen kell állni az ördögnek. Ha mindenkinek az életében jön egy olyan pont, ahol nem tudsz más csinálni, csak az, hogy ellene állsz az ellenségnek. És addig a fel kell legyél készülve. Sok ember ezzel foglalkozik, azzal foglalkozik, nem építi a maga hitét, nem építi a szellemét, nem építi be az Isten igéjét, Elél valahogy a prédikátornak a, a, a prédikációjából, ige hirdetéséből, de otthon nem él azzal, hogy építse magát. És tudod, amikor majd jön az ellenség, jönnek a tünetek, akkor csak az lesz neked, amit belül felépítettél addig magadba. Addig nem az fog, nem abból tudsz majd. Győzet, győztes lenni, hogy csak hallgattam a gyülekezetbe az igét. De hogy mit? De győztes akkor tudsz lenni, ha magadra veszed az Istennek az erős fegyvereit. És ez az Istennek az első erős fegyvere, a valóság. Az ördög nem tudta becsapni Jézust. Jött. Mondta neki, Jézus, olyan éhes vagy, csinálj valami kaját. Jézus mondta, távozz tőlem, sátán. Miért? Mert hatott az érzékeire, az érzékszerveire hatott. Az ördög így jön, fog hatni az érzékszerveidre. Vagy utána azt mondja, pénz, Jézus, ha leborulva imádsz engem, annyi pénzt adok neked olyan gazdagságot adok neked, olyan dicsőséget, de borulj le, és imádj engem. Jézus mondta, távozz tőlem sátán, tehát létrehozta, miért? Azt mondja, megmutatta neki. Hallod, de nem úgy, nem úgy, csinálta, hogy most én mondtam neked, hogy Jézusnak megmutatta az ördög ezt a, ezt a gazdagságot. Nem. Az ördög szó szerint megmutatta. Tehát a szemeire, az érzékszerveire hatott. És azt mondta, ez az egész a tied lehet. És Jézus elutasította. Látod, az érzékszerveidre fog hatni az ördög. Az érzéseidre fog hatni. A gondolataidra fog hatni. De belül neked mélyen a szívedben mélyen meggyőződött embernek kell lenned a valósággal kapcsolatban. Mert amikor szembe jön, akkor meg kell állnod, és nem mondhatod azt, hogy jaj, de ez most miért történt. Hát én azt hittem, hogy hiszek. Hanem akkor is azt mondod, itt megállok, és sártán innen húzok egy vonalat. És ezt nem lépheted át. Ha belehalok ebbe, akkor sem fogod átlépni. Amen. Amen. <laughs> Másodikra azt mondja, felöltözvén az igazságnak melvasába, ami eredetiben azt jelenti, hogy megigazultság. Ez azt jelenti, hogy az embernek tisztában kell lenni azzal, hogy nem vádolható, és nem, nincs, nem, tud ítélet alá kerülni. Ez azt jelenti, hogy igaz ember vagy. Nem azt jelenti, hogy nem követtél el soha semmi rosszat, vagy bűnt, hanem egy igaz ember, tehát amikor magára ölti ezt a megigazultságot, akkor százszázalékosan meg van győződve arról, hogy Isten előtt meg tud állni mindenféle károsztatás és mindenféle vádlás nélkül. És akkor ha ránéz az Isten, akkor nem azt látja Isten, hogy bűnös, hanem azt, mint aki makulátlan. <laughs> Itt a makulapista vagy? <laughs> Tehát makulátlan az ember az Isten előtt, mint a soha nem követett. Nem azért nem, nem úgy áll hozzá, hogy elfelejtem és, és elrejtem az emlékeim alá, meg mindenhová, hogy soha ne jusson eszembe az a bűn, amit tettem. Ezt nem az ember csinálja, hanem az Úr eltörli a bűnödet. Hallod? Nem csak megbocsájtja, mert tudod, milyen, amikor megbocsátják, oké. Okay. Tehát egy jó asszony mindent megbocsájt, de te mégis eszébe juttatja, hogy tudom, mit tettél tavaly nyáron. Isten nem csak megbocsájt, hanem Isten eltörli a bűneidet. Az azt jelenti, mint a soha semmi gonoszt nem csináltál volna, soha semmi bűnt és vétket nem tettél volna. Ez jelenti, hogy eltörli. Milyen szerencsénk van. <tos> <tos> Mert különben újra és újra eszünkbe jutna, és azt mondanánk, hogy ah, tényleg, különben olyan jó lenne, de hát milyen hülye voltam, amikor ezt meg ezt csináltam. De hallod, Isten eltörli. Az azt jelenti, az eltörlés, hogy teljesen kiradírozza, mint soha, semmikor meg se történt volna az az egész. Ez a megigazultság. Itt tudsz győztesen ellenállni. Hogy nem tudsz, jön a betegség, és te úgy vagy vele, hogy megigazultam Jézus nevében, de, de úgy érzem, hogy áh, ez mint ha valami mégse stimmelne velem. Egy nem tudsz győzni, a győzelem akkor van, olyan emberek tudnak győzni, akik a múltjukat a hátuk mögé tudják vetni teljesen, százszázalékosan. És erre mondta Pálapostól, hogy mindent, ami mögöttem van, azt elfelejtem, és ami előttem van, annak neki dőlök. Tehát ez azt jelenti, hogy ember a megigazultságod Jézusban van, nem azért vagy megigazulva, mert te csináltál volna olyan dolgokat, nem azért, mert, mert bőjtöltél, imádkoztál, 40 napig bőjtöltél, és hú, de hogy szolgálod az Urat, és te már mennyire jó vagy, már nem csináltál bűnt négy órája. hanem azért, hallod, még ha jó is vagy, akkor is azért vagy megigazolva, megkaptad, megkaptad ezt a megigazultságát Jézusnak. Amen. Mert többen egy gyönyörködött az atya, és azt mondta, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, ő benne gyönyörködöm. Amen. Azért, mert ő makulátlan volt, tiszta, mindenben tökéletes az atya előtt. Hallod, és Jézus ezt a tökéletességét fogta, és odaadta neked. És azt mondja, vedd át! És amikor átveszed, akkor ezt a, ez a megigazultságunk. Nem az, hogy tudtál olvasni Bibliát, nem az, hogy eljöttél gyülekezetbe, nem az, hogy imádkoztál, nem az, hogy bőjtöltél, hanem az, hogy ingyen, kegyelemből megkaptad Jézus Krisztusnak a tökéletességét azért, mert ő akarta ezt. Nem azért, mert te hoztad létre. Ezt látjátok, ez a második fegyver. Erős fegyver. Nem ezt olvastad? Vegyétek fel Istennek minden fegyverét. Istenek erős fegyverei vannak, máshol ezt mondja az ige. Ez egy nagyon erős fegyver. És manapság sokan nincsenek tisztába, hogy mit jelent ez a megigazultság. Pedig ez egy nagyon erős fegyver. Hallod, hogy átveszed, és azt mondod, engem már így lát az atya. Emlékeztek, amikor jött az ördög Zakariáshoz? Vagyis a Zakariás könyvében a Joshua főpappal kapcsolatban jött az ördög, és elkezdte vádolni Isten előtt. Vádolta a Joshua főpapot. Ez meg némán állt. Nem mit is lehetne mondani? Gondolom, az ügyész előhozza a bizonyítékokat. Na jó, ne gondold el. Mert itt arról szól, hogy a bizonyítékok vannak ellened. Hogy amikor Isten eltörli a bűneidet, akkor megsemmisíti a bizonyítékokat ellened. <Szorítan> <Szorítan> Jézus Krisztus ezért olvasod, a vádirat, a bizonyítékok rákerültek a Golgotai keresztre, és ezáltal lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Az, ami fegyver volt ellened, már nincs. Már nincs. Mert Jézus Krisztus az összes bizonyítékot magára vonatkoztatta, és Isten előtt azt mondta, na ezek a bizonyítékokat magamra veszem, és én vállalom a bűnösségüket, én válok bűnné ő miattuk, hogy ők pedig az Isten igazságává váljanak én bennem. Na ezt tette meg Jézus. Harmadik fegyver. Azt mondja, felsorúzván lábaitokat békesség evangéliumának a készségével. Hallod? A harmadik fegyver az a békesség. A harmadik fegyver az az, hogy belül meg tudsz nyugodni. Békesség van, nem állsz harcba, testvérekkel, nem állsz har harcba, csak az ördöggel állsz harcba, a világgal és a testeddel. De ezen kívül békesség van az embernek. Az azt jelenti, hogy. Meg, van, meg tud nyugodni. Nem vitatkozik. Tudjátok, ami, hogyha otthon veszekedtek, az a belső, a belsőt mutatja meg. Az embernek a szívét mutatja meg ott belül, hogy mi van, az mutatkozik meg a külső, a kül körülményeiben, az otthonában. Ha van viszály, veszekedés, akkor a szívedbe van elsőlegesen a veszekedés. Az nem a békesség. Ha mindig bajod van az emberekkel, tudod mi a problémád? Hogy magaddal van bajod. És ezt vetített ki az emberekre, és ezért van bajod az emberekkel. Ezért kötözködsz férjeddel, vagy másokkal. Az az embernek be kell menni abba a nyugalomba, amiben Isten is bement. Azt olvasjuk, hogy megnyugodott Isten a hetedik napon. És ha hallod, ebbe a hetedik napba hívta be az embert, ha megnézed, a hatodik napon megteremtette Ádámot és Évát, és a következő nap nyugalom. <laughs> Így kezdődött el az emberiségnek. A létezése és az élete. Hogy ebben az Isten nyugalmában töltötték az el, a létezésüknek az első idejét, időszakát, óráit, nap, ezt az egy napot. Nekünk is meg kell tanulni nyugodtnak lenni, békességbe bemenni, hogy ne, nem harcolni kell a másikkal, az ellenséggel kell, a sátánnal kell. De neked tudnod kell, hogy nem vér és teste ellen van tusakodásunk, hanem a sátán ellen. Hogy ő az igazi problémát, hallod, nem a férjed, nem a feleséged az igazi problémád, neked a sátán a legnagyobb problémád, az ördög a legnagyobb problémád ő miatta van visszáj, civakodás belül, ezért vannak irítségek, mert belül, nézzük, meg, amikor a filiszteusokba oda mentek ö, ö, Izsákhoz. És mondják Izsáknak, Izsák, menj el tőlünk! Miért? Miért volt visszáj? Hát azt mondja, miért talál ő állandóan mély kutakat? Hát mi is fúrunk, mi nem találunk soha. Amikor Izsák fúr, ő meg talál. Hát ez a kenet. Ez az áldás. Hallod, ha áldott ember akarsz lenni, akkor lesznek irigyeid. Ha nincsenek irigyeid, akkor... Olyan életet kell élnünk, hogy azt mondja Isten igény Jeremiás profétán keresztül is, meg Malakiáson keresztül is azt mondja, kívánatos földé teszlek. Az, hogy azt mondják, én is kívánok ezt, kívánom, de nem az övét, hanem ilyet. És ha neki ment, én is szeretnék az én életembe. Izsák, hogy csináltad? Nem így kellett volna oda mennünk a filiszteusoknak, nem? nem úgy kellett volna, hogy menj már el innen, hanem azt mondta, azt kellett volna mondani, hogy figyelj már, hogy csinálod? Hogy, hogy mi is találjunk a sivatagban mély, mélyen vizet, élő vizet. De sokszor van ilyen, hogy, hogy mert az irítség a bent van az embernek a szívébe. A gyűlölet először benn van az embernek a szívébe. Hallod? És sok, sok, elmondok neked például az adakozással kapcsolatban. Elmondok neked egy titkot. Tizeddel kapcsolatban egy titkot. Az, hogy manapság sok keresztény, aki ezt tagadja, az igazából irigy a pásztorára és a, és a vezetőjére. Ez a probléma. Nem a pénz a probléma, a pénz iránti szeretet a probléma. És <laughs> kitalálnak -e erre teológiát? Hát figyelj, itt a gyülekezetbe soha nem volt kötelező az adakozás. Tized? Adakozás? Miért? Kötelező volt? Neked nem, tehát ha akarsz, neked nem kell adnod. Hallod? Tehát nem kell adnod. Senki nem tart semmit a fejedhez. Senki nem mondja, hogy mit. Nem kell adnod. Akkor miért vagy kiakadva azokra, akik viszont Isten igé alapján cselekszik ezt, akkor miért támadod azokat? Akkor valami nem stimmel? Akkor nem az a probléma, amit mondasz, hanem valami más probléma van. Nem? Mert én például adakozó vagyok és tized fizető vagy tizedet adok, de várj egy kicsit. Én senkinek nem mondom azt. Bezzeg, te nem csinálod ezt, akkor te milyen vagy? Hát azt csinálsz, amit akarsz. Én szabadságból csinálom ezt. Én az igéből észrevettem, felfogtam és látom. De várj egy kicsit, ebbe békességem van. Akkor te miért van benned harc azzal kapcsolatban, hogy nekem békességem van? Mert valami neked akkor a szívedben nem stimmel. Na látod, a békességet is fel kell öltöznünk magunkra. Most én csak a pénzről ennyit, de ez mással, tehát a civódás, vissza, gyűlölködés, meg egy csomó minden, tehát, ez egy, tehát, tehát az emberben először ott van a szívben, és amikor Isten azt mondja, vet föl a békességet, akkor ez a fajta békesség az, ami erős fegyver az ördöggel szemben, ami belül egy salomot hoz létre, hogy jól érzed magad a bőrödben, akkor is a szegény vagy, akkor is a gazdag vagy. Nekünk is az életünkbe, amikor nem volt semmink, tudod, milyen jól éreztem magam? Megadja meg az úr, hogy legyenek áttörések az embernek az anyagi életébe. De nem attól leszel boldog, és hallott, tudod, hogy mi a durva? Hogy ahhoz is el kell jutni, hogy amikor mást látsz, hogy ő meg tudja tenni, hogy ő megteheti, megvásárolhatja, megcsinálhatja, akkor nem ilyen méreg dúl fúl az ember szívébe, hogy bezzeg neki. Biztos bűnt csinált vagy valami ilyesmi. <laughs> Hát ez, ez, megdöbbentő. És én biztos vagyok benne, hogy, hogy Magyarországon, tehát a szocializmusból itt maradt ez a irítségnek, ez a feljelentő szellemek, irítségnek az, a, 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 arra indítja az embert, hogy felnyomja a másikat. Mert miért van neki? Pont egy ilyen törvény javaslatot dobott vissza, ugye a köztársasági elnök, ami ezzel kapcsolatos. Miért dobta vissza? Mert alkalmas arra, hogy tehát, tehát így, tehát így azért nem írta alá, mert ugye felerősíti a kapcsolatokban, a, tehát, tehát a, mert olyan védelmet adott a feljelentőnek, hogy erősíti a társadalomba az ellenségeskedést. Tudva. Tehát mindenki úgy szeretne élni, nem, ahogy Istenek az áldását oda helyezte rád az Úr, nem? Hát akkor meg Akarsz, két bevásárló kocsival közlekedsz, akarsz egy kosárral, hát most, most, de adja meg az úr, hogy, be, hogy bevásárló kocsikat tudjatok telerakni élelmiszerekkel. Nem? De amikor meglátod, amikor te egy, egy, szál, mi is voltunk úgy ósönbe, hogy egy, egy kosárral, hát annyi pénz volt. És akkor találkozol testvérekkel, barátokkal, másokkal, telekosarakkal. De jó dicsőség az Úrnak. De nem az van benned, hogy elkezd kattogni a fejed. Hogyan? Békesség. Hallod, a békesség, tudod miért? A békesség, a salom a héberben azt is jelenti, hogy jó lét, egészség. Hallod, először a jó lét, ott belül a szívedben van és utána fog jelentkezni a körülményeidbe. Hallott sok ember azt hiszi, hogy először a körülményeibe kell létrehozni a jó létet, hogy békessége legyen. De nem így van, hanem először belül a szívedben jön létre a jó lét, úgy, hogy nem rendelkezel javakkal. És utána meg fogod tapasztalni, hogy ez kiárad kisugárzódik a személyiségeden keresztül, a szádon, a beszédeden, a, a, gondolkozásmódodon keresztül, a cselekedeteiden keresztül, és valahogy rád jön az áldásnak a szelleme. Rád száll, ahogy mondja Mózes könyve, rád szállnak ezek az áldások. Hallod, én azt kívánom neked, hogy most is, ahogy hallgatod az Isten igéjét, ezek az áldások, ez az áldás szelleme, elkezdjen leszállni rád, betöltsön téged, rendelkezzél azokkal a dolgokkal, már most én is, már most a szívünkben, én. és hallod, felkelsz, kimész a gyülekezetből, és azon veled békességem van olyan jó volt itt lenni, több lettem, több vagyok. Hallod, először a többnek benned kell, nem a bankszámládon, a pénztárcádon kell először megmutatkoznia, hanem benned, a szellemedbe, a szívedbe. Ott átveszed, utána lesz több is a bankszámládon is, meg a pénztárcádon, meg a zsebedbe, meg akárhová dugod. <laughs> Következő. 6.16. Mindezekhez fölvevén a hitnek a pajzsát. Látod, hogy ezután jön a hit. A hit az, az több mindent jelent, ezzel lehet eloltani az ördögnek minden tüzes nyilát. Ilyeneket jelent a hit, hogy bizalom. Hallott, hogy tudsz bizalommal járni Isten tiszteletre? Hallott, hogy a testvéri közösségben, amit mond, Dávid is a Zsoltárban, hogy édes bizalomba tudunk menni az Isten tiszteletre. Tehát nem az van, hogy holnap után, eh, tudod, hogy nem az van, hogy te is fiam, Brutus? Bluetooth. Bluetooth? Tehát van egy bizalom. Az Isten, a közösség, a gyülekezeti közösség, a helyi gyülekezet, Hallod, alapja bizalmon áll. Nem a bizalmatlanságon, hanem a bizalmon épül fel. És ebbe a bizalomba, tehát a hit, ugye ez a szó azt is jelenti, hogy egy teljes bizonyossága van az embernek belül a szívébe. Azt is jelenti, hogy hűség például. A hűség, azt tudjátok, nem akkor, tehát a hűség, ez az erény, nem akkor mutatkozik meg, amikor minden jól megy. Boldog vagy, happy, mindent megkaptál, amit akartál. Nem akkor van hűség. A hűség akkor van, amikor nem mennek úgy a dolgok. Nem vagy boldog, ki vagy akadva. És akkor tudsz-e hűséges lenni. Ha nem amikor jól megy, az emberek azt ó, oh, de boldog vagyok, én hűséges vagyok a férjemhez vagy a feleségemhez. Persze megkaptam tőle az autót. A... Hát akkor minden rendben van. Tehát akkor könnyű hűségesnek lenni, amikor nincs probléma. A hűség akkor, akkor mutatkozik meg, amikor probléma van, baj van. És akkor is kitart-e az ember a másik mellett? Nem? A hűség, a hit. Azt tudod, mit jelent még? Hiteles. Azt is jelenti. Egyszerre jelenti ezeket a, a sok szót, fogalmat, amit mondtam nektek. Ilyet jelent, hogy hiteles. Az, hogy hiteles valaki, az meg azt is mutatja, tehát ez a bankok szerintetek miért néznek utána, hogy adnak-e hitelt valakinek? Leellenőrzik pénzügyileg, hogy kaphat-e hitelt. Hogyan? Mindent bekérnek, iratokat, át akarják látni, át akarják világítani pénzügyileg, és mindent megtesznek, hogy megnézzék, hogy hiteles ez az ember. Ha hiteles, kap hitelt. De előtte megnézték, nem úgy csinálják, mint a keresztények. Adsz kölcsönt? Adok. Mennyi? Két millió. Jó, itt van. Majd vissza. Visszaadod? Vissza, persze. És hány keresztény ebbe belebicsaklott, tehát, hogy beletört a bicskája, meg odaadta a kölcsön, hitelesnek tartotta azt, akit nem kellett volna hitelesnek tartani, odaadta a pénzt, és nem kapta vissza. De miért? Mert egy alapvető dolgot nem nézett meg, amit a bankok, hogy van-e biztosíték. Hogyha odaadom azt a pénzt, van-e biztosítékom arra, hogy visszakapom? Na ez a hitelesség. Hogy amikor van ilyen, akkor kell két millió forint. Mennyit ér az autód? Öt milliót. Írd a nevemre. Akkor kapsz. Hát nem? Akkor biztos... <laughs> akkor biztos arra törekszik, hogy visszafizesse. De ha csak azt mondja, ah, aláírok neked egy papírt. Kösz öt évig, tíz évig eltart a pereskedés, és még akkor is többet elköltöttél az egészre, mint amennyit, mint a visszakaptad volna. Látod, hitelesség is az egyházban, a gyülekezetben fontos a hitelesség. És a hitelesség például szolgálatokba, gyülekezetbe, hogy mutatkozik meg? Hogy az ember figyeli a másikat. Tehát, hogy nézi, hogy tényleg? Na nézzük meg, ha így viselkedek vele, akkor is hűséges? Ha úgy viselkedek, akkor is hűséges? Nem, nem, nem azért, mert direkt csinálom, hanem az, mert így hozta az élet. Nem köszöntem véletlenül. Hát ezen kiakat, hogy nem köszönök. Nem? Hogy nem találkozhatok a Georgisszal. Hát ember, rajtad kívül még nem tudom hányan akarnak találkozni. Most én mit tudok csinálni? Az lenne a legjobb, lenne otthon egy klón készítő berendezés, csinálnék ezer klónt. Három Mindenkivel találkoznék. És senkinek nem lenne baja velem. De így viszont 24 órába be kellene zsúfolni az embernek az életét. Úgyhogy van család, van minden. Nem vették észre, hogy kicsi az idő, rövid az idő, rövidülnek, vagy ahogy az ember átéli, vagy ahogy rövid. És ezért nagyon fontos, a szerve, megszervezni gyülekezetet. És a, a hitelesség, a próbá múlik. A próba az az, hogy megnézed jóban, rosszban, tüzön, vizen, hogy milyen az ember. És úgy tudsz alkotni egy olyat, hogy most ez jó vagy nem jó. De ez a hitelesség. Gyula. <laughs> És így alakulnak ki a harcos társak, nem? Az ember átmegy hullámvölgyön, tartóan, aztán jön a hegymenet, és, és, ilyen, tehát ilyen módon próbálódások vannak hidegbe, melegbe, tűzbe, vízbe, ugye? próbálod az acélt, vagy amikor mehozod a dolgokat, ott minden, tehát ott nem csak annak kell megfelelni, hogy ha minden jó, akkor kell, hogy működjön. Hát a meózásnak, hogyha voltatok gyárba, és ott kellett meózni, ott, ott a szélsőséges körülményeket és az összes tartományát végig kellett nézni, hogy akkor mondták, hogy alkalmas egy eszköz arra, hogy az, az ki lehessen bocsájtani az üzemből. De ugyanígy van Isten is, hogy megpróbál bennünket. Amikor Izraelt átvitte a pusztán, szerinted az nem próba volt? Az, hogy mi van a szívünkben. Mindegyikünknek vannak a szívükben, vagyis a szívünkben mindegyikünknek van valami. Amit nem biztos, hogy azt tudod. Mert mondjuk te azt mondod, ú, én olyan jó, fantasztikus ember vagyok. Isten bevisz egy próbámba, és ó, tényleg, uram, milyen vagyok. Hát mélységesen csalódtam magamba. Hallod? Én tudod, miért nem csalódok magamba? Én azt, azt mondom magamról, uram, hát csoda, hogy egyáltalán beengedsz a te országodba. Ha már az örökké valóságot együtt tölthetjük, csak ott lehetek, hát ilyen ember, mint én, hát ez kegyelem. <ELL> Esta... <Sel> és és tudod, mi a legbrutálisabb az egészben? Hogy minél többet él az ember, annál jobban rádöbben, hogy nem vagyok alkalmas. Mondom, uram, miért így csinálod? Az elején az ember megtér, tele van tetvágyakkal, mindenféle dolga, és én vagyok a legjobb. Én mindent jól csinálok, mindent megpróbálok legalábbis. De aztán az ember rájön, hogy fú, olyan messze vagyok, mint Makkó Jeruzsálemtől. És <laughs> rájön az ember arra, kegyelemből. Csak, csak kegyelemből juthatok be oda. <laughs> Tehát a hit, az meg ehhez kell, mert a kegyelem, kegyelmet hitáltal tudod csak venni, mert olyan jó indulatú Isten, mert rájössz arra, de az egész világ mindenségnek az alkotója teremtője, hallod, az egy, az egy óriási nagy szeretet van benne. Sőt ő maga a szeretet. Amen. És, és igazából ezért brutális találkozni Istennel. Nem azért, mert akkora keménysége van, hanem azért, mert, mert találkozni a tömény szeretettel úgy, hogyha az ember tükörkébe oda teszik hogy miért bennem mi szokott lenni, vagy mi van bennem, mi fordul elő bennem, és az ember néz, hogy, hogy húha, fú, csak ez, ne, ez, uram, minden bocsáss meg. Mert a szeretettel fogok találkozni, a tömény szeretettel. És a sok számítgatás, ami van az emberekben, a sok különböző indulatok, meg ilyenek, hallod, egy pillanat alatt megsemmisülnek és szégyent visznek bele az emberbe, hogyha nem rendezi el ezt már előre. Mert a szeretet, most nincs arra idő, hogy megnézzük, ugye a korintusi levélbe, de nem számítgató, mindent megad, mindent elhisz, mindent ez, minden, úf, aztán. És hallod, Isten nem úgy mondja, hogy ez egy fogalmat mond, hogy, hogy hogy na ez a szeretet, itt van egy ideális kép, egy ideális szint, tessék elérni emberek. Nem ezt mondta, hanem azt, hogy ő maga a szeretet, és ő így csinálja. És kövest, pont a múltkor mondtam az úrnak, tudod, eszembe jutott, hogy legyetek Isten követői, mint a szeretett gyermekek. Azt a mondom, uram, ez hogy? Hát az csak az ember fel, felfogja az Istenek a nagyságát. A tömény szeretetét. Hogy? Hogy tudlak téged követni? Én csak próbálkozok, Uram. De köszönöm a kegyelmedet, hogy a kegyelmed miatt sikerülni fog. Mert ezt te végzed el bennem, és nem én magamban. És nézd meg, utána jön az üdvösségnek a sisakja, és ez nagyon fontos, hogy az ember tisztában legyen vele. Ugye az üdvösség a szabadulást jelent, hogy meg fogsz tartatni, hallod? Akármilyen körülmények között vagy, akármilyen problémákkal találkozol most jelenleg az életedbe, akármilyen betegség, tünet, vagy bármi van, meg van egy jó hírem számodra, meg fogsz tartatni, meg fogsz szabadulni, ki jön, ki Hozd téged belőle az Úr. Tarts ki, legyél türelmes, tarts ki. Tarts ki, neked mondom, tarts ki. Addig mondom, amíg hallanod kell. Ez az üdvösség sisakja. És azért kell a fejen lenni, mert a gondolataidban. Újra és újra meg kell erősítened magadba. Jön a szabadulás, van szabadító. Nem ezt mondta? Ma született meg a megtartó Jézus Krisztus, ma született meg az üdvözítő. Ennek a világnak van megtartója, van szabadítója. És a te életedbe is szabadító erővel fog belépni az Úr. Tehát ne add fel. Ez az üdvösség sisakja. Ez is egy fegyver, erős fegyver. Na az ördög nyomást helyez rá, sokáig rád helyezi. Nem akar megváltozni az a körülmény. Nem akar megváltozni az a tünet, az a helyzet. Semmi nem mutat rá. De ezt, ezt a sisakot felveszed, ez egy erős fegyver. Ebből lesz. Tudod, mi tördög? Ebből lesz szabadulásom. Ebből ki fog hozni az úr. Van megtartom, van gyógyítom, van szabadítom nekem. És nézd meg, hogy mit mond. Hogy az utolsó, vagy utolsók között a, a fegyver, azt olvassuk, Isten beszéde. Amen. Ez is, amikor ellenállsz az ördögnek, akkor fel kell venned az Isten beszédét. És ráadásul ez a beszéd, amiről itt szó van, ez, ez az eredetibe, ez a réma. Tudom, most nem kell teológia, tehát. Tehát most azt mondod, mit mondok, mi az, hogy réma? Tehát, mi az, hogy beszéd? Ugye a görögben, meg a héberben is két külön szót használ az Isten igéje a beszédre. Az egyiket a görög rémának mondja, a másik logosznak mondja. A, a, a logosz az, ami beszéd, beszéd van. Tehát ahogy te is beszélsz, szólsz, szavakat mondasz, mondatokat alkotsz, az a logosz. Van olyan fajta beszéd, egy különleges, ami, ami abból a szóból fakad, hogy folyik, ömlik, árad. Hogy akkor, amikor azt, azt mondasz valamit, akkor a másik ember is észreveszi, hogy hoppá, ez nekem is szól. Vagy ez olyan, amit most, most valami plusz. Valahogy jobban megérintett ez a beszéd. Valahogy jobban személyes az én életemre. Vagy valahogy úgy érzem, mintha ez, ez nekem mondana valamit. Na ez a réma. A rémának az a lényege, hogy, hogy ömlik belülről, az ember belső részéből jön föl. Tehát nem minden beszéd fegyver az ördöggel szemben. Tehát ezt ez hadd mondjam el nektek. Tehát az, hogy csak én... Mondjuk egy, egy tünet ellen, vagy egy betegség ellen, én azt mondom, hogy Jézus nevében megvan érve a sátán, a, e, tehát Jézus hordozta a betegségeimet, meggyógyultam Jézus sebeivel, ha ez nem réma, hanem logosz, akkor ez nem fog működni a sátánnal szemben. A réma akkor fog működni, amikor belülről, az ember személyiségéből, a mélyéből, a szívéből jön elő az, amit mond. Tehát nem a fejéből, most mit kéne mondani? Tehát Jézus, amikor szólt az ördögnek, és elfutott előtte, előle az ördög, akkor Jézus nem azt mondta, hogy aha, most melyik ige vonatkozik. Tehát ő nem egy teológusként állt hozzá a, ehhez a, a ige uh, kimondáshoz, vagy harchoz. Amikor az ördög mondott valamit, hanem belülről, mélyen a szívéből, mi jön ki, mi az, ami kijön. És ezért nagyon fontos egy kereszténynek sokszor megállnia és letesztelni magában, hogy mi van a bensejében, mert az fog tudni kijönni. Mert hogyha az ige ott van, a valóság ott van, a belsejében, a valóságot fogja kimondani, és annak lesz hatása. De hogyha csak a fejemben van, akkor nem fog működni. Hiába mondott ki ugyanazt az igét, de nem fog működni. Mert a réma, ez a szellem kardja, az az, ami, amikor kimegy, az hat a szellemvilágba, és az hat az ördögre. Ezért nagyon fontos, hogy az ember, amikor a hitét gyakorolja, Bizonyos igazsággal kapcsolatban először az az igazság kerüljön bele az ember szívébe. Tehát ezért sokszor, tehát én például úgy szoktam csinálni, hogy rendszeresen elmélkedek. Vagy olyan könyvet olvasok, elmélkedek, a Bibliából azokat a részeket előveszem, elmélkedek, gondolkodok éjszaka, este lefekvéskor, napközben, reggel, hogyha van egy kis idő, még egy kicsit, nem lustálkodás, de egy kicsit benfekszel az ágyba, tudod, annyival hamarabb felkezd, és átforgatod azokat az igéket. És, és, ez beépül az emberbe, és utána, amikor kimondja az ember, akkor érzi, hogy ez most üres, vagy van benne valami. Nekem volt olyan, hogy elkezdtem a hitemet megvallással ugye, ki, kimondani, és éreztem, hogy nem stimmel. Valami ez nem stimmel. Pedig ismerem azt az igazságot. De mégis a szívembe éreztem azt, vagyis hogy a szellemem, ahogy vizsgálta a szívemet, éreztem, hogy ez üres. Amit kimondtam, a fogalmak megvannak, de amit kimondtam, az üres. Tehát mondhatom, meg becsaphatom magamat, hogy hát most egy hónapja már imádkozok, megvalom és még sincs. Hát azért, mert üres. Az nem végez el semmit. Először fel kell tankolnom azzal. Mert nézd meg, mit mondott Jézus. Hogy azt mondja, olyanok a tanítványainak mondja Jézus, hogy olyanok lesztek, olyanokát teszlek titeket, akik mind az ót, mind az újat kihozzátok. A, a csűrből. És miért mondja ezt Jézus az evangéliumban? Azért, mert ott egy olyan, tehát te a csűrből nem egy üres csűrbe mész be, megkapod a lapátot és kihozod, mert az semmiből semmi lesz. Érted? De csinálod, de nem lesz eredménye. Hogy először tele kell tenni a csűrt. Régivel is, újjal is. Tele kell tenni. És abból a csűrből hozol elő. Ilyen a szívünk, hogy bele tudunk vinni. Isten is a szívünkbe visz bele dolgokat. Isten is a szívünkbe helyez bele dolgokat. Azt tudunk csak előhozni, amit a szívünkben van. Ha nincs benne az az igazság a szívünkbe, akkor nekünk feladatunk az elme megújítása és a gondolkozás módunk által, hogy bekerüljön, hogy elmélkedjünk, elmélkedjünk, elmélkedjünk. És ahogy elmélkedünk ezen az igazságon, egyszer csak belül lesz. Egyszer csak azt veszük észre, hogy megtelt a szívünk, a bensünk. És ezt érzékeli az embernek a szelleme. És akkor tudod, na most itt van az idő, most ki tudom mondani. És elkezdett kimondani, és tudod, ebbe már van, ott az éle. Ez olyan, mint egy életlen fegyverrel kimenni, harcolni, vagy pedig egy él, él, élő fegyverrel. Pont most néztem meg a Komóduszról egy, egy történelm, tehát egy ilyen dokumentumfilmet, és ugye ő úgy harcolt, mert ő szeretett kimenni a gladiátorokhoz, ugye, hogy bizonyítsa, hogy igen, csak azt nem mondták meg a, a, a nézőseregnek, meg a cirkuszban levőknek, hogy életlen kardokat adtak a gladiátoroknak, aki Komodus ellenfele volt. Ő meg éles kartal elintézte őket, és bezsebelte a dicsőséget. Hallod az ördög, életlen kardot akar odaadni neked. Életlen karddal hiába vágod, ütöd, azzal nem tudod legyőzni. De hallod? A réma, ami teletölti tele tölti Isten igazsággal a szívedet, az előjön, az az éles kard, az az a kétélű fegyver, az áthatol, behatol, az, az, ördögnek a legmélyebb pontjába, a démonoknak, Jézus, amikor szólt a démonoknak, ő nem csak egy rémát, szólt, hogy Jézus nevében menj ki, vagy, vagy menj ki belőle démon, hanem ő az a, az a hatalom, ami ott van benne, az a szellemi hatalom, az a szellemi erő, ami ahogy rászállt Isten szelleme. És hogy kimondta, démon a Jézus nevében. Hagyd el! Menj ki belőle. És elindult. Elkezdett fölfakadni. És mai napig is így van. Mai napig is. Ki tudnak menni démonok? Szólni kell hozzájuk. A szót ki kell mondani. Hallott, kell szólni az ördögnek, kell szólni az ellenségnek, hogy Jézus nem csak Istenhez imádkozott, hanem ő szólt az ördögnek is. Egy sikeres keresztény nem csak imádkozik Istenhez, hanem szól a Jézus nevében az ördöghöz. Így tud sikeres ember lenni. Tehát jön, ömlik, folyik, valami belülről kell, hogy kijöjjön az emberből ahhoz, hogy működjön. és Jézus ugyan erre mondta azt, hogy, hogy Emlékeztek, amikor mondja a János Evangéliumának a hetedik fejezetében, azt mondja, Jézus felkelt az ünnep utolsó napján. És azt mondta, aki szomjazik, ki szomjazik, aki szomjazik, mit csináljon az, aki szomjazik? Mit csináljon? Jöjjön hozzám, azt mondja Jézus, gyere hozzám. Hallod, azt mondja, ketten, hárman összegyűlünk az ő nevében. Na, itt van. Oké, okay. szomjas vagy? Itt van Jézus. Azt mondja, jöjjön én hozzám. Ez a. Ez a... Oké, okay, itt vagyunk. Mi a harmadik? Mi a harmadik? Hadd halljam. Igyon! Mit kell csinálnod most? Inni. inni. Hát meg kell tanulni inni. De azt mondja, ezt a szellemről mondta, mert ömleni fog belőle. De várj egy kicsit. Akkor igyak úgy, hogy nem fizikai vizet iszok. Tudok inni úgy, Hát ember, ha nem tudsz így inni, akkor soha nem fog áradni a bensődből az élő vizeknek a folyamai. Nekünk meg kell tanulni inni. Nem bort, nem részegítő italt, hanem élő vizet. Meg kell tanulnunk inni. Azt mondta Jézus, jöjjön én hozzám, és igyon. Hallod, most már mi? Mit tőlünk függ? Hallod, ő nem csinál annál többet, mint amennyit mi teszünk. Hallod, és ahhoz innot kell, hogy ömöljön valami belőled. Ahhoz innot kell, hogy az az ige, ami benned van az ömléssel, a Szent Szellemnek, a kiáradásával, mondjad, kimondjad, ami hat utána az ellenségre, amivel ellen tudsz állni démonoknak, amivel ellen tudsz állni a sátánnak, gonosz lényeknek, ez csak azzal tudod, ha ömlik valami belőled. Ez a Szent Szelem nélkül nem megy. Van egy áradása Istennek. Van egy ömlése Istennek. Van egy kiáradás. Hallod és amikor iszol, belül elkezd megváltozni valami. Azt mondja, iszol, és amikor iszol, akkor a belsőd kapuvá válik. Gyuri bácsi, a belsőd kapuvá válik, és elkezd ömleni valami de az innott kell először, hogy ömöljön valami. Először.